A mai videóban a gyulladásos bélbetegségekről lesz szó. Üdvözöllek, itt Újhely Szabolcs Zoárd. A leggyakoribb gyulladásos bélbetegségek az irritábilis bélszindróma vagy IBS, a kolitis, a Crohn-betegség és az áteresztő bélszindróma. Ezeknek a problémáknak sok közös tünetük van, például a hasmenés, a véres széklet, a tápanyagok rossz felszívódása, vagy esetleg fekélyek az emésztőrendszer egyes szakaszaiban. IBS, kolitis és Crohn-betegség esetén is célszerű vezetni egy naplót az elfogyasztott ételekről és azok hatásairól a szervezetedre, a közérzetedre, az emésztésedre, hogy jobban megértsd a problémádat, mert például az is lehet, hogy nem egy étel okozza a gondot, hanem mondjuk kettő vagy több étel együttes fogyasztása. Az első fontos lépés lehet gyulladásos bélproblémák esetén a glutén elhagyása. A legtöbb esetben már csak a glutén elhagyásával a táplálkozásodban jelentős mértékben csökkenhetnek a negatív tünetek. Súlyos esetben nem csak a glutén tartalmú gabonaféléket célszerű elhagyni, hanem egy időre az összes többi gabonafélét is, mert ha le van gyengülve a bélrendszered, akkor eleve nehezen emészt. Tehát előnyös lehet egy időre az összes gabonát elhagyni. A második lépésben a további gyakori probléma okozó ételeknek az elhagyására is szükség lehet. Ezek a kazein tartalmú ételek és italok, mely vegyület elsősorban a tejtermékekben van jelen. Az erjesztett ételek többségét, a modern, finomított szénhidrátokat tartalmazó ételeket, illetve a nagyon fűszeres ételeket is célszerű sok esetben egy időre elhagyni. De a felsoroltakon kívül sok más étel is bezavarhat, ez általában egyén függő, például a hideg ételek sem tesznek jót ezeknek a problémáknak, és a szénsav sem előnyös, illetve súlyosbíthatják a tüneteket egyes magvak és tengeri ételek is. Neked kell megtalálnod, hogy melyek azok, amelyek ugye bezavarnak. A harmadik fontos lépés gyulladásos bélproblémák esetén az a gyomor savasságának megnövelése. Ha nem elég savas a gyomrod, azaz nem elég erős a gyomorsavad, akkor az allergiát, az intoleranciát okozó fehérjék nem tudnak rendesen lebomlani a gyomrodban, és emésztetlenül kerülnek át a bélrendszerbe, ahol irritációt okoznak. Ennek lehet a következménye a felfúvódás, a bélgázok, az allergiás reakciók, a hasmenés vagy a székrekedés. A gyomorsavadat a legegyszerűbben és leggyorsabban az almaecet rendszeres fogyasztásával tudod megerősíteni, tehát így áll minden étkezés előtt két kanál szüretlen almaecetet egy pohár tiszta vízben elkeverve. Rövid ideig segítségül hívhatsz egy emésztőenzim készítményt is, az emésztőenzimek is az ételek jobb lebontását támogatják. A negyedik segítség az L-glutamin aminosavtól érkezik. Ez a vegyület létfontosságú a bélfalaknál, hogy a bélfalak visszanyerjék eredeti állapotukat. Az L-glutamin csökkenteni tudja a gyulladásokat is a bélfalnál, illetve hosszú távon egyes esetekben a különböző ételallergiáknál is allergiákat is segíthet megszüntetni. Az L-glutaminból többféle állagot lehet kapni, kapszulázat és porállagot is. Súlyos bélproblémák esetén mindenképpen nagyobb adagot kell belőle bevinni, legalább egy pár hétig, tehát célszerű inkább a porállagot fogyasztani belőle, és nem a kapszulázat verziót. Az ötödik anyag, mely sokat segíthet, az a kollagén, illetve a húsleveslé, az egyik legjobb természetes kollagénforrás. A húsleveslé jótékony hatásairól készítettem korábban több videót, így most inkább a kollagénra térnék rá. A kollagénnek többféle formája van, vagy egyes típusú, kettes típusú, stb. Ennek lényege, hogy mindegyik kollagén fajta más-más állatfajtából származik, és más-más testszövetnél fordul elő nagyobb arányban a testünkben, tehát más-más részt tud erősíteni. Az egyes és a hármas típusú kollagén a marha és a halhúsokban van, a kettes típusú pedig a szárnyasokban. Gyulladásos bélproblémákra érdemes olyan kollagén készítményt szedni, amiben többfajta kollagén van. A hatodik a probiotikumok pótlása étrendkiegészítővel. A probiotikumok abban segítenek, hogy a károsodott bélflóra újra visszaépüljön, mivel gyulladásos bélproblémák esetén sokszor szükség lehet a tejtermékek és egyéb erjesztett ételek kizárására is, ezért egy jobbfajta nagy dózisú probiotikum készítmény szedését is érdemes beiktatni
hosszú távon. Hetediknek a legjobb zöldségeket és gyümölcsöket fontos még tudatosan és rendszeresen bevinni, arányukat megemelni a táplálkozásunkban. Az egyik legjobb diéta a gyulladásos bélproblémák esetén a FODMAP diéta, amelynek lényege, hogy minél kevesebb olyan ételt fogyasszunk, melyek sok elégtelenül felszívódó összetevőt tartalmaznak. A FODMAP diétával kapcsolatban keres rá bővebben a keresőben. A zöldségbevitel esetén pedig lényeges, hogy célszerű főve fogyasztani őket, és nem nyersen, legalábbis az első pár héten. Először is nagyon jók az emésztőrendszer a fertőtlenítő hatással bíró zöldségek, mint például a hagyma és a fokhagyma. Előnyösek a zöld színű zöldségek, a kell és káposztafélék, a zöld turmixok, a spirulina és klorella alga, a búzafű és az árpafű. Illetve jó tesznek még a narancssárga színű zöldségek és gyümölcsök, mint a tökfélék, a batáta és a gocsibogyó, mert ezek erősítik a lépünket, melynek fontos szerepe van az immunerősítésben. Nyolcadiknak egy hatékony gyulladás csökkentő gyógynövényt említenék meg. Ez a Boswellia serrata, egy vagy közismertebb nevén a tömjénfa. Ennek a növénynek a kivonata terpéneket és boszfenésavakat tartalmaz, melyek hatásosak az ízületeknél és az emésztőrendszernél lévő gyulladások ellen is. A Boswellia növelni tudja az antitestek és teket és a leukotrének számát megcsökkenteni, így például asztmás betegségeknél is ugye érdemes a terápia részévé tenni. A plusz egy lépés pedig a stressz csökkentése. Egyfelől csökkentheted az emésztőrendszeredre nehezedő stresszt, azzal, hogy egyszerre kevesebb ételt eszel, vagy gyakrabban eszel kisebb adagokat. Másfelől pedig a külső hatások által előidézett stresszt is fontos visszaszorítani, mert a stressz hatására rosszabbodhatnak a bélrendszerrel kapcsolatos problémák. Tehát rendszeresen sétálni a szabadban, keresni a belső békét, meditálni, kényeztetni, pihentetni a testünket, illetve megváltoztatni a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat az élet különböző dolgaihoz, ugyancsak nagyon fontos lépés a gyógyulás felé vezető úton. Remélem, érdekesnek és hasznosnak találtad a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Ha még nem jártál a webshopomban, kattints itt felül a linkre, és nézd be oda is. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!